Magyarországi települések kétharmada megvalósított valamilyen felzárkózás típusú programot. Minden megye elkészítette a megyei esélyteremtő paktumát. Egy ország számára vált egyértelművé, hogy a tanulás és a munka jelenti a kiutat. És még hosszasan sorolhatnánk, mennyi eredmény és intézkedés történt. És valóban, ez már magától értetődőnek tartjuk, mert a jó a természetes. Az elmúlt hétvégén tartották a Fidesz tisztújító kongresszusát, nyilván nagy meglepetések nem voltak, továbbra is Orbán Viktor az elnök, azonban Skifibe illő jeleneteket is láthattunk, felszólalt ugyanis Sztojka Attila, romaügyi kormánybiztos, és amit ott előadott, azok inkább egy mesekönyvbe valóak lettek volna, de a valósághoz nem sok köze volt. Egy olyan társadalom képét festette le, mármint ami már megvalósult, ahol a cigányok tanulnak, dolgoznak, egyre többen jönnek rá, hogy ez jelenti a kiutat, és érteni vélem, hogy mire gondolt, nyilván némi nemű változást nem lehet eltagadni, de ez kizárólag a közmunka programnak köszönhető, az pedig világos, hogy ez nem elég arra, hogy megváltoztassa azt a helyzetet, hogy Magyarországnak továbbra is, igenis az egyik legégetőbb problémája a cigánykérdés. Mit felejtett ki a kormánybiztos úr? Tulajdonképpen csak a lényeget, ami minden másnak az eredője, hogy Magyarországon a cigányság jelentős részére jellemző egy életstílus, egy bűnözői szubkultúra, ahol a bűn erény, a börtönviseltség menő, és a cigány gettókban úgy válik férfivá egy fiú, hogyha már járt bent a börtönben. És ráadásul, ugyebár, amint ezt tapasztaljuk akár nap mint nap, jellemző rájuk az a specifikus bűnelkövetési forma, amit mi cigánybűnözésnek nevezünk, hogy az erőszakot mindig kizárólag eszköz helyett öncélként alkalmazzák. Tehát, hogyha a televízióban, a rádióban halljuk, hogy fiatalok kiraboltak egy idős nénit Borsodban, megerőszakolták, meggyilkolták, vagy pedig ártatlanokat túlerőben meglincseltek, vagy fényes nappal az utcán pusztán szórakozásból valakit megkéseltek, akkor mindannyian bizonyára azt gondoljuk, hogy valószínűleg cigány származásúak voltak az elkövetők. Erről azonban nem beszél sem a Fidesz, a kormánybiztos sem, maga Orbán Viktor sem, természetesen a balliberális tömb sem. Itt nagy az egyetértés, ha úgy tetszik, nagy koalíció van, ahogy Józsefvárosban is láthattuk, ahol ki akarnak minket szorítani az irodánkból. Erről csak a Magyarok pártja beszél, a Mi Hazánk mozgalom. Legelőször is tehát ezt a kérdést kellene kimondani, és megoldási javaslatokkal előállni, hogy a cigánygyerekek ne azt lássák, hogy a szülők életmódja az egyenlő a bűnözéssel, ne ilyen mintákat kövessenek, ne azt lássák, hogyha valaki visszatér a börtönből, akkor henceg vele, hogy ott milyen menő dolgokat csinált, vagy mekkora rajok, ugyebár, ahogy ők mondják, hanem azt lássák, hogy aki visszatér a börtönből, az nem wellness börtönből tér vissza, hanem a szibériai bérraptartásból biztos nem fog dicsekedni azzal, ami ott vele történt, és biztos, hogy nem fog visszavágyódni oda. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja, hogy ezzel párhuzamosan hatalmas feladat fog hárulni a gyermekvédelmi hatóságokra, sőt, mi felállítanánk a családtervezési hatóságot is, hogy elkerüljük a demográfiai katasztrófát, és természetesen megkerülhetetlen a ma még tragikus helyzetben lévő rendvédelem kérdésköre is. Mert mi egy olyan rendőrséget akarunk, amely kellő határozottsággal, kellő jogkörrel fellép a bűnözők ellen, nem a bűnözőknek vannak jogai, hanem az áldozatoknak. Ezért a munkáért cserébe viszont tisztességes fizetés jár nekik, ezért régóta képviseljük már, hogy 100%-os bérfejlesztésre van szükség a rendőrség keretein belül. Ezek mind egy irányba mutatnak, mégpedig abba az irányba, hogy nem lehetünk cigányország. Támadhatnak minket ezer helyről, ezért minket ez nem érdekel. Minket egy dolog érdekel, az pedig a tisztességes magyar emberek véleménye. Velük együtt közösen valljuk, hogy rendet, közbiztonságot akarunk az országban, és ezért fogunk küzdeni.